A Városháza is ünnepi díszbe öltözött, hogy elindulhasson ott is az adventi programok sora. 2001 óta ugyanis itt nyitja az adventi hangversenysorozatot a Csíkszeredai Nagy István Líceum műsora. Az ünneplőket Takács László köszöntötte. A polgármester elmondta, azért is különleges mindig ez a találkozás, mert lassan 100 éve annak, hogy nem ünnepelhetünk az erdélyekkel közös országban. De azt gondolom, hogy a lelkünk, a magyarságunkkal szorosan kötődik és kapcsolódik össze, és nagyon sok mindent kapunk és tanulhatunk tőlük abba, hogy mi is a magyarság. Amikor mi itt az anyaországban sokszor már el is felejtjük, hogy milyen az magyarnak lenni, akkor ők ott, akik a határon túl vannak, mind tudják és értékelik azt, hogy milyen magyarnak lenni. A Csíkszeredai Nagy István Líceum most is ünnepi hangversennyel készült. Az intézmény énekesei kórusa mellett a diákok hangszeres tudásukkal is elkápráztatták a közönséget. És persze a Városháza dísztermében is fellobbant az első adventi gyertyalángja.